Én senkitől nem félek. Három őriz engemet. Ez tartja a lelkemet. Az atyának a szerelme, a fiúnak a kegyelme, a szent lélek ereje. Jézus én velem, senki ellenem, erős szívem, bátor fegyverem. Én ágyomba lefekszek. Virul a teljesség, fiaitok urnál. Virul a fényesség, szép lányaitok urnál. Virul a teljesség, a dramatikus játékok, a történelmi bemutatók, a tablók, Tenkes kapitánya, Dózsa, Benyovszky, ez mind megkívánja azt, hogy lépjünk túl a néptánc anyanyelvi bemutatásán, amit nagyon szeretünk és alapnak tekintünk, de ezek a műsorok megkívánják, hogy tematikusan felrakjuk a használt motivikai és zenei anyagot. A Dózsa 30-40 éves történet már az én életemben is. Gyerekkoromban mindig akartam, egy kamaraszámot is csináltam Dresmisével, az Ökrös Csamival, hat pár táncosra a Zalai Kamara Fesztiválra, és nem nagyon értékelte a zsűri. És bennem maradt, és Vince Zsuzsa, a feleségem, megírta a történetet, egy kétrészes nagy Dózsát Szarka Tamás zenére. Először 2010-ben mutattuk be Szegeden, és felhoztam a Művészetek Palotába, majd idáig jött el az 500 éves évfordulón, Temesvár, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár után. Ugye itt vagyunk a Margit-szigeten, a legnagyobb színpadon Budapesten. Vasból van minden fegyvere. Vastól sok száz az égszere. Keresztény Dózsa szerelmi történet lett beleírva Pálfi Piroskával, szegedi bíró lányával. Novák Péter a címszereplő, ő alakítja Dózsa szemét, Fekete Zsuzsi alakítja a Pálfi Piroskát, de Csáki bíró, itt vannak a táncosaim, sőt, hát a Vasas Együttessel egészültünk ki, a Budapesti Főváros Vasas Együttessel. Úgyhogy 60-70 szereplő mozog a színpadon, úgyhogy be tudjuk járni, be tudjuk telíteni a színpadot. Az egész történetet végigvesszük onnan, hogy a Dózsa végvári vitézként legyőzi a török alibéget. Följön a fővárosba, ugye a megérdemelt jutalmáért, Bakócz éppen akkor érkezik meg Rómából, és kihirdeti a pápai bullát, hogy keresztes sereget rábízta Dózsára. Tulajdonképpen itt az egész államrész, a víziói, a budai várban, ugye van egy nagy bálot, újból találkozik a szerelmével, majd eskütéterre szólítja föl Bakócz, és egy nagy ösztánccal fejeződik be az első rész. Után picit az otthon maradottak
szenvedéseit énekli el a Péter, Szarka Tamás nagyon izgalmas zenére. Ha én nem lelhetek hát, csak ölhessek már. Kezeim közt ez a kés úgy kiabál. Mire, hova haza menni, a bűnkörbe jár. Tűnik menjen, ide jöjjön. Zenék, amelyet Makó Péter állított össze, jön a kiképzés, jön a ceglédi beszédre egy nagyon impezáns koreográfia, majd ezt követik a csaták. Tehát van egy győztes csata, a tűzcsatája, van egy vesztes csata, a sárcsatája, és utána különböző idézetekkel megyünk a megtorlásig, ugye ami Európa szerte nagyon híres volt a megtorlás. Egy nagy himnikus véggel zárom a darabot fáklyákkal, egy nagyon szép himnusz, hogy a fiatalok hogy hihetnek ebben a történetben, és mit ad a fiataloknak ez a Dózsa történet. Úgy, ahogy Petőfinek, úgy, ahogy Adinak, Juhász Gyulának, Sinka Istvánnak, Nagy Lászlónak, Ijés Gyulának, tehát mindenkit épített ez a történet, valahol mindenkiben benne van a Dózsa megtorlás emléke, és én azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon szép dolog, hogy az 500-es évfordulón erre így megemlékezik a Margit Szigeti Szabadtéri és a Magyar Nemzeti Táncszertes is.